Tehetséggel születni nagy ajándék, de a tehetség küzdelmek árán kerül felszínre. Ezekkel a gondolatokkal nyitották meg a 2019-es Kecskemét város tehetségeinek járó díjkiosztó ünnepséget. Az eseményen először a tanári tehetségdíjat adták át, melyet Szalontai Mária, a kecskeméti Széchenyi városi Arany János általános iskola pedagógusa vehetett át. Szalontai Mária 1979-ben kezdett el a híres városban tanítani. Azóta nagyon hosszú utat járt be, a díjat a több évtizedes példaértékű, eredményes tehetséggondozó tevékenysége elismeréséül kapta. Szűcs Szabina, Bójai János gimnázium 12. A-osztályos diákja, Kecskemét város tanulódíjat kapott. A korosztályos válogatott atléta nem csak a tanulmányi eredményeiben, hanem a sport teljesítményében is kiemelkedő. Kecskemét város elismerő oklevelében Vamzer Gabriella Éva, a Vásárhelyi Pál általános iskola intézményvezető helyettese részesült. A tanító szívügye a művészeti nevelés, amit városi, regionális és országos versenyeken is bizonyítanak diákjai. Elismerő oklevelet kapott még a Gáspár András szakgimnázium és szakközépiskola közlekedés-gépész ágazatán tanuló diákcsapat is, a robotika versenyeken elért kiemelkedő eredményeik miatt. Az eseményen Engert Jakabné alpolgármester beszédében elmondta, hogy a város a tehetségek mögé fog állni a továbbiakban is.